Igen. Nekem van, így mondta. Jó, jó, de akkor majd több verset fogok énekelni. Jó. De azt tegyen, hogy nagyon csend van. Jó? Jó, jó. Laca. Ünneplő gyülekezet, adjunk hálát az Úrnak, hívjuk segítségül az ő nevét, és énekeljük a 25. Zsoltár első és második versét. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves ifjú pár, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel útra indít benneteket, ahogyan az megvan írva Pál apostol Tesszalonika beliekhez írott első levele 5. részében,
A 16. verstől a 18. verssel bezárólag. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves ifjú pár, Olivia és Kristóf. Magyarország törvényei szerint ti házasságot kötöttetek, és mondhatjuk, hogy férj és feleségként álltok itt egymás mellett, és Isten színe előtt. Hitünk szerint Isten áldását is el kell kérnünk a házasságra, hiszen életünknek a legszebb és legszentebb dolgai nem lehetnek teljesek anélkül, hogy ne látnánk meg mögöttünk a mindenható Istent, az ajándékozó Istent. Márpedig ez a pillanat Isten ajándéka a számotokra azt üzeni, hogy ti is legyetek ajándéká egymás számára és szeretteitek számára. Az az ige, amit a Szentírásból felolvastam, most elsősorban titeket szólít meg. Három dolgot helyez útra valóul a ti szívetekre, amelyekről azt hallottuk, hogy ez az Isten akarata a ti javatokra. Mellétek áll az Úr, átölel titeket, és azt mondja, elmondok nektek most ezen a napon, amikor áldásomat kéritek közös életetekre, elmondok nektek három dolgot a ti javatokra, azért, hogy közös életetek boldog legyen. Az első így hangzott, mindenkor örüljetek. Legyen minden nap az öröm napja életetekben. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a próbák és a nehézségek elkerülhetetlenül jelen vannak a sorsunkban. Ez az öröm nem jelenti a könnyek nélküli életet, ez az öröm abban van, hogy a gondviselő Isten áldó és erőt adó szeretetére mindig támaszkodhatok, és egymásra is mindig támaszkodhatok. Ennek örüljetek egymás szeretetének és Isten szeretetének. És ahol ez a kettős alapja megvan a házasságnak, a közös életnek, ott a szív legbelsőbb öröme állandóvá lesz. A második, amit kér az Úr, ami szintén a javatokra szolgál, az, hogy szüntelenül imádkozzatok. Életünk, tudjuk, hogy az Isten kezében van. Amikor megszólítjuk őt imádságban, ahhoz fordulunk, akinek a gondviselése nélkül és szeretete nélkül csak homokra épített ház volna az életünk. Imádkozzatok egymásért, imádkozzatok majd szeretteitekért, imádkozzatok, hogy reményeitek, álmaitok kedves legyen Isten előtt, és segítsen annak megvalósításában. Ha örömért titeket, akkor adjatok hálát, ha nehézség jön, akkor pedig kérjétek mindig Istennek a segítségét. Legyen része életeteknek az imádság. Tudjátok megszólítani azt az Istent, aki vezet, aki oltalmaz, aki erőt ad, aki Jézus Krisztust adta értünk, hogy szeretetben eltelő életünk és örök életünk lehessen. Mindez a ti javatokra van. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Harmadszor pedig azt hallottuk az igéből, hogy mindenért hálát adjatok. Ez az, amit olyan sokszor elfelejt az ember. Pedig az életünkben minden Isten ajándéka, és őt illeti meg a köszönet is. Így adjatok ma hálát neki egymásért is. Köszönjétek meg szüleiteket, családjaitokat, akik
Istennek drága ajándékai számotokra. Gondoljatok arra, hogy ha visszanéztek eddigi életetekre, hogy szeretetükből mennyi áldozatot hoztak, értetek? Mennyit dolgoztak azért, hogy számotokra minél többet adhassanak? Isten eszközeiként álltak ott mindig mellettetek, és biztosan, hogy ezután a közös életetekben is így lesz ez. Végül pedig azt olvastuk az igében, hogy mindezek Jézus Krisztus által vannak a ti javatokra. Aki életét adta azért, hogy ne mi fizessük meg bűneink árát, hanem ő, hogy ne kelljen Isten nélküli sötétségben és reménytelenségben élnünk, hanem hitben, reménységben, szeretetben teljen emberi életünk. Ezt a Jézus Krisztust is fogadjátok be közös életetekbe, otthonotokba és szívetekbe is. Kedves ifjú pár, Olivia és Kristóf, ezen a mai napon, amikor olyan sok jó kívánságot kaptok, sok ajándékot, őrizzétek meg, és vigyétek el magatokkal Istennek üzenetét is a szívetekben. Vigyétek el, amit ő a javatokra ad nektek. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok. Így kívánunk nektek házasságkötésetek alkalmából mindannyian sok boldogságot és Istentől megáldott életet. Így legyen ez. Ámen. Kedves ifjú pár, most, amikor itt álltok Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket, házasságotokat az ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, arra kérlek benneteket, fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utána a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja az eskütételnek. Mondjad először te, keresztény férfi testvérem. Én. Kovács Kristóf. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök Isten. Egy örök Isten. Hogy Mátyás Oliviát. Akinek most Isten színe előtt kezét fogom. Akinek most Isten színe előtt kezét fogom. Szeretem. Szeretetből veszem el őt. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Mondjad te is, keresztény nőtestvérem, én. Én, Mátyás Olivia. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Egy örök Isten. Hogy Kovács Kristófot.
Akinek most Isten színe előtt kezét fogom, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretem. Szeretetből megyek hozzá. Szeretetből megyek hozzá. Isten törvénye szerint feleségül. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Holtomig vagy holtáig. Hitetlenül el nem hagyom. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben, hanem teljes életemben hűséges segítő társa leszek. Hűséges segítő társa leszek. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Ámen. Házastársi szövetségeteket Isten és a jelenlévők előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen. Teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul, és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most az eskütétel után húzzátok fel egymás ujjára a gyűrűt. Most pedig, akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, imádkozzunk is értük. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Csodálatosak a Te utaid, az a gondviselés, amellyel életünket irányítod. Mennyi örömöt rejt, áldást hordoz, amelynek most mi is tanúi lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy vezetted egymás felé ezt a két fiatalt. Egymás iránti szeretettel töltötted meg a szívüket. Kérünk, adj nekik boldog életet. Adj családjaiknak örömöd bennük. Őrizd őket egész életükben, és töltsd meg békességgel otthonukat. Adj nekik a szeretetnek, békességnek, türelemnek, és jóságnak lelkét. Oltalmadba ajánljuk, kezeidre bízzuk ezt a házaspárt. Áld meg őket ebben a földi életben, és az örökké valóságban. Ámen. Most imádkozzuk el közösen, fennhangon úri imánkat, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, adjon nektek békességet. Ámen. Gyülekezet foglalja el helyét.
sok boldogságot kívánok neked. Sokat kívánok. Ezt az emléklapot azért átadom is. Ezért jöjjétek ennek a napnak az emlékére. Jó. Tiszteletes asszony, Istennek szolgálja, az Alszentegyház hű lelkipásztora. Mivel nem sajnálta a hit feladását, áldja meg az Isten egész életén át. Szálljon a szent áldás az ön fejére, hatalmas Isten nagy dicsőségére. A mennyei jussban pedig legyen része, szívemből kívánom, Isten úgy segíje. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük az esketést. Ünneplő gyülekezet, az esküvünk végén énekeljük a 434. énekünket. Ez az ének úgy kezdődik, hogy vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. A rend szerint az első-második vers eléneklése után az ifjú pár kivonul a templomból. Tessék? Igen. Akkor a gyülekezet megy ki először, és utána ők kivonulnak, és várjon.